Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 10-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik a gondolatai. Itt a háttérben van egy elefánt, és utal a múltra. Nagyon sok nehézség volt a múltban, és ezt ő le akarja zárni, mint ahogy itt ez a hölgy szimbolizálja a belső nyugalmat, az egyensúlyt, mivel ő ezen elgondolkozik, ez neki tudatában van, mennyire fontos, hogy a múltat, ezeket a nehézségeket lezárja. A második kérdés az volt, milyenek az érzelmei. Itt ez a napsugár mutatja az ő kisugárzását, és ez belülről jön, megvan a belső ereje. Itt a gyermekek utalhatnak a gyermekekre, vagy az ő gyermekkorára, de szimbolizálnak egy új utat, egy új kezdetet, és pontosan ez, amit ő közöl veletek, mert ez a varázsló jelenti a mágikus vonzalmat, és ha ő ezt így érzi és közli veletek, ez egy új kezdet számotokra, amit a napi csokis kártya is mutat, mert ez a szerelemre utal. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, mindegy, hogy melyik jóslást kéritek, ez mindig 3500, és ha asztrológiát kértek hozzá, akkor a díj 8500 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!